Elavultak a hazai ingatlanok. Magyarországon a lakosság a legnagyobb energiafogyasztó. A 4,4 millió lakóotthon kétharmada viszont energetikailag súlyosan elavult. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Egyetem. Ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamarával kötött együttműködési megállapodást a felsőoktatási intézmény. Pindur Pandur, 175 óvodás gyermeknek immár 10. alkalommal tartottak közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési napot Nyíregyházán. Magyarországon a lakosság a legnagyobb energiafogyasztó, a 4,4 millió lakó otthon kétharmada viszont energetikailag súlyosan elavult. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A szakértők szerint elengedhetetlen az épületek energetikai korszerűsítése, amelyhez akár állami támogatást is igénybe lehet venni. Az ország energiafelhasználásának legnagyobb részét a háztartások teszik ki, közel kétszer annyi energiát fogyasztanak, mint az ipar vagy a közlekedés. Nyíregyházán a legtöbb panellakás energetikai felújítása már részben vagy egészben megtörtént. Ezek a legtöbb esetben nyílászáró cserét és homlokzati szigetelést jelentenek, de a távhős lakásoknál az is jelentős energia és ezáltal rezsicsökkentést jelent, ha a fűtőtestekre egyedi mérőket szerelnek. Vég József, a megyei építészkamara elnöke televíziónknak elmondta, 2020-ra csak olyan új ingatlanok épülhetnek, melyek energetikai vesztesége a nullához közelít. Az ország uniós csatlakozását követően ugye az európai harmonizáció jegyében a különféle hőtechnikai előírások is az uniós egységes gondolkodás részévé váltak. Ennek köszönhetően szinte évente emelkednek azok a követelmények, amelyeket az épületek méretezésénél az energetikát számoló szakembereknek figyelembe kell venni. Ennek a folyamatnak lassan elérünk egy megcélzott, valószínűleg nem a végére, de egy mértékadó lépcsőjére, 2020 évre Magyarországon az új lakásépítéseknél legalábbis a nulla közeli hőveszteségű épületek létesítése már a cél. Tehát akik például most, vagy ezekben az időkben is lakásépítésben, új lakásépítéssel foglalkoznak, egy kicsit talán már figyelnek erre is, hogy inkább túl is teljesítik a most még egy kicsit alacsonyabb követelményeket, és mondjuk ezt a 2020-as limitet célszerű megközelíteni. A hazai lakóingatlanok többsége azonban még FF vagy annál gyengébb energetikai mutatóval rendelkezik. A Magyar Energiahatékonysági Intézet ügyvezető igazgatója szerint az ország energiafelhasználásának több mint egyharmada a lakásokhoz és a háztartásokhoz kötődik. Szalai Gabriella elmondta, a legfőbb cél, hogy ugyanazt a komfortos hőmérsékletet minél kevesebb energia felhasználásával és minél kevesebb károsanyag kibocsátásával érjék el a lakások. Hozzátette, ezek bár költséges fejlesztések, vannak olyan ingyenes hiteltermékek és államilag támogatott lehetőségek, amelyek megkönnyítik a beruházást. A Magyar Fejlesztési Bank szakemberei kidolgoztak egy úgynevezett kamatmentes hitelcsomagot, amelyet az ország teljes területén igénybe lehet venni az úgynevezett Magyar Fejlesztési Bank pontokon, és ez a kamatmentes hitelcsomag, ez mintegy 20 éves futamidőre teszi lehetővé azt, hogy családi házak esetében maximum 10 millió forint, lakások esetében maximum 7 millió forint keretösszegig 20 éves futamidővel lehessen valóban terhek és kamatok nélküli hitelt venni, és egy adott időszakon keresztül egyenlő részletekben törleszteni. A másik lehetőség természetesen a lakáskassa, a jól bevált lakáskassa konstrukció, hiszen abban van állami támogatás is. Az ügyvezető kiemelte, a felújítások előtt érdemes szakemberekkel konzultálni, akik a legcélszerűbb és leghatékonyabb megoldásokat tudják ajánlani az éppen adott ingatlan állapotának megfelelően. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Egyetem, ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamarával kötött együttműködési megállapodást az intézmény. Ennek célja, hogy az Európai Unió elvárásainak megfelelően javítsák a vállalkozói szféra működési feltételeit, és több lehetőséget teremtsenek ahhoz, hogy a különböző képzési területek gyakorlatorientáltak legyenek. A megye bármely civil vagy gazdasági szervezetével kötött együttműködési megállapodás azt jelenti a Nyíregyházi Egyetem számára, hogy az intézmény felelősséget vállal hallgatóiért. Ezen megállapodások szinten tartása, megvalósítása és bővítése is nagyon fontos.
hangzott el a Szabolcsi megye Székhely Felsőoktatási Intézményében, ahol a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs-Szentmihályi megyei iparkamara kötött együttműködési megállapodást. A két szervezet mind tudományos, mind oktatási, mind kutatási területen együtt tud működni, és úgy gondoljuk, hogy közel kell hozni ezt a két szférát egymáshoz, az oktatás-kutatást, illetve a gyakorlatot, a gazdaságot, és mi képezhetünk, ugye nekünk fontos az, hogy olyan piacorientált képzéseket biztosítsunk, kutatóhelyet biztosítsunk a gazdálkodási szektor számára. Ezáltal azt gondolom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megtartó ereje is tovább fog nőni, illetve a hallgatóinkat olyan szakemberek képezhetik, akik mellett megszerzett tudással biztosan munkahelyet fognak találni. A megállapodás szakmai részét képezi, hogy az iparkamara közvetíti egyrészt az egyetem képzéseit a vállalkozások felé, másrészt a megyei vállalkozók igényeit az oktatási intézmény, valamint a hallgatók felé. Hiszen mindkét fél számára fontos, hogy a megyében erős, jól működő vállalkozások legyenek, akik versenyképes jövedelmet tudnak biztosítani a szakképzett dolgozók számára. Ezért az egyetemnek figyelembe kell vennie a képzési struktúra kialakítása során az aktuális piaci igényeket is. Munkaerőgond van a megyében is, amit korábban teljesen más volt, hisz korábban az volt a gondunk, hogy hogyan teremtsünk munkahelyeket, most pedig azt, hogy munkahelyet teremtsünk, de legyen hozzá megfelelően képzett szakember, beleértve itt a középfokot, vagy beleértve a felsőfokú végzettséget is. És ezért is tartottunk mi fontosnak, hogy kössünk egy megállapodást egyetemmel, hisz ma már a megyében működő vállalkozásoknak is jó felkészült, felsőfokú végzettségű szakemberekre van szükségük. És nekünk nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a megyében minél több fiatalnak, hogy itt van az egyetem, lenne lehetőség arra, hogy itt tanuljon, hisz költség szempontjából sem minden mai fiataloknak, hogy ide kell járni, vagy el kell járni az ország más részében. Másrészt pedig úgy gondolom, kötődés miatt is könnyen meg tudjuk itt tartani őket a megyében, benne megyeszékeny Nyíregyházát is. Az elvárások szerint az együttműködés lehetőséget teremt majd arra, hogy a Nyíregyházi Egyetemen végzett fiatalok a megyei vállalkozásoknál találjanak hosszú távú munkahelyet. Ez segíti az intézmény duális képzési rendszere is. Három személygépkocsi ütközött össze ma délelőtt a 38-as főúton, Tiszanagyfalu közelében. Az elsődleges adatok szerint szabálytalan előzés okozta a szerencsétlenséget. Műszaki mentés céljából a Szerencsi és a Nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, akik áramtalanították a járműveket. Munkájukat a rakamazi önkéntes tűzoltók is segítették. A baleset következtében két személy súlyos sérülést szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. A munkanap áthelyezése miatt változik a vonatok közlekedési rendje a hétvégén, április 20-án pénteken a munkanapra, 21-én szombaton a péntekre érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok. Az utasok a MÁV csoport honlapján a menetrendi keresőben vagy a Vonatinfo mobiltelefonos alkalmazás útvonal tervezőjében tekinthetik meg a munkanap áthelyezéskor közlekedő vonatok indulási és érkezési idejét. Továbbá a MÁV Direct telefonos ügyfélszolgálatánál is tájékozódhatnak az aktuális menetrendekről és változásokról. 175 óvodás gyermeknek immár 10. alkalommal tartottak közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési napot a Nyíregyházi Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai tagintézményében. A Pindur Pandur elnevezésű rendezvényen a gyerekek játékos feladatok közben tanulhatták meg a biztonságos biciklis és gyalogos közlekedés szabályait, de az óvodások interaktív bűnmegelőzési előadásokon is részt vehettek. Kicsikre nem figyelt, a nagyokra nem hallgatott. Azt hitte a kis buta, hogy okosabb, mint a nagyok. Közös énekléssel köszöntötték az óvodások vendégeiket a Virág utcai óvodában szerda reggel. Rendőrök, tűzoltók és mentősök lepték el az óvoda udvarát. Az óvoda játszóterén, ami a hétköznapokban gyermekzsivajtól hangos, különböző közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési állomásokat alakítottak ki, ahol a gyerekek nagy figyelemmel és érdeklődéssel tanulhattak a szakemberektől. Fedor Ildikó tagintézményvezető elmondta, ez a kapcsolat a védelmi szervekkel már 10 éves múltra vezethető vissza.
Ez a nap nagyon-nagyon kedves a gyermekeink számára, nagyon kedves az óvodapedagógusok számára, hiszen mindannyian nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket biztonságba tudhassuk. Ezen a napon itt megismerkedhetnek azokkal a járművekkel, akik a biztonságunkért igen sokat tesznek. Nagyon-nagyon szeretik ezt a napot. Sok olyan feladattal készülünk ezen a napon, ami a gyermekeket, az ismereteiket bővíti, vagy éppen elmélyíti. A kresszpályának köszönhetően a gyerekek különböző méretű kerékpárokkal tudják gyakorolni a kressz szabályait, a gyalogos átkelést vagy éppen a jobbkész szabályt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság kollégái kerékpáros ügyességi versennyel, kressztotóval és bűnmegelőzési előadásokkal készültek. Nagyon fontos a rendőrség részéről, hogy a gyerekeknek a preventív nevelésére történjen a nevelés. Már gyerekkorban igyekszünk elkapni a gyerekeket, és erre az útra, a jó útra, a jó közlekedés útjára nevelni. Ezért fontos a rendőrség részéről, hogy az óvodákkal, iskolákkal szoros kapcsolatokat tartsunk. Varga Béla tűzoltó ezredes a rendezvényen kiemelte. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem laktanyája mindig nyitva a gyerekek előtt. A jövő tervei között egy ifjúsági centrum létrehozása is szerepel a laktanyán belül, ahol a gyerekek még részletesebben megismerkedhetnek a katasztrófavédelem szakembereinek munkájával. Mindenképpen kihoztunk egy fecskendőt, amit a gyerekek nagyon szeretnek beleülni, nagyon szeretik az abban lévő eszközöket megnézni, megfogni, kipróbálni. Hát egy picikét még a díjusokorat is a kezükbe tudjuk adni, és akkor a gyerekek egy picikét tudnak vele játszani, kicsit lehet locsolni is. Hát most az időjárás sajnos nem engedi meg, hogy habot csináljunk a gyerekeknek, de amikor nagyon jó az idő és jó meleg van, akkor egy hatalmas nagy habfürdőt is szoktunk csinálni. Bár a habfürdő elmaradt, de a gyerekek kedvét ez sem vette el a mai naptól, és persze attól sem, hogy jövőjüket akár tűzoltóként, rendőrként vagy mentősként képzeljék el. Marci, neked mit tetszik a mai napban a legjobban, és mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Mentős. Miért szeretnél menni? Mert apa is mentős, és segít a betegeken. Annika, neked mit tetszik a mai napban a legjobban? Hát, hogy nagyon sok minden van, és lehet játszani sokat. Mi a kedvenced a mai állomásokon belül? A rendőrautó, meg a tűzoltóautó. És mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? A rendőr. Rendőrlány. A mai napon 175 gyermek tanulhatta meg a közbiztonság és a bűnmegelőzés szabályait, illetve ismerhette meg a biztonságos közlekedés alapjait. Ötödik alkalommal rendez darabot a Móri Zsigmond Színházban Keresztes Attila. Ezúttal a Rettenetes szülők címet viselő lélektani krimi kerül majd színpadra. A darab a 2018-2019-es évad nyitó kamaraszínpadi előadás lesz. 21. századi problémák sorozatát dolgozza fel Keresztes Attila új darabja a Nyíregyházi Teátrum színpadán. A Rettenetes szülők címet viselő drámában megmutatkozik az eltúlzott anyai szeretet, aki kisajátító imádattal veszi körül egyszem fiát, ezért férjét is elhanyagolja, aki kalandokba menekül. Így ismerkedik meg egy fiatal lányjal. Alapvetően ez a darab az emberi lehetetlenségeinkről szól. Pici, ez egy ilyen hálószoba tragédia, vagy az érzelmi összefonódásaink, vagy összeférhetetlenségeinkről szól. Teljesen ugye most állunk neki, tehát én, ha lehet ilyet mondani, akkor teljesen színész központúra szeretném ezt az előadást. Igazán van itt mit játszani, pici-pici miniatűr dolgokat. Az anya elkeseredetten harcol az ellen, hogy fia megnősüljön. Attól fél, hogy elveszíti azt, akit igazán szeret. A fiatalok ennek a szülői önzésnek esnek áldozatául. A generációk örökharcát dolgozza fel a darab. Van a Vásott kölykök, az egy regény, egy kis regény, és amellé írt a Koktó a Rettenetes szülőken. A ragaszkodás, de itt inkább csak azt hiszem, hogy ezeknek a felnőtteknek az életképtelenségéről szól, és akkor ez átöröklődik a gyerekekre, mert itt a gyerekek sem tudnak mit kezdeni magukkal. Úgy a fiú, mert ugye itt egy fiúk van, illetve az a lány, aki a párja lesz itt többeknek.
A darab nem kínál megoldást semmilyen problémára. A rendező szerint a kérdésfeltevés önmagában provokatív és elgondolkodtató, hogyan kell önmagunkhoz, a gyermekeinkhez és a világhoz viszonyulni. Az embereknek, így a színészeknek is könnyebbség, ha ekkora feladatokat kell megoldaniuk, amelyeket az emberi ferdességből kapnak, hiszen a darab komoly lélektani betegségeket dolgoz fel. Átadták az Én megcsinálom tehetség segítő program 1,2 millió forintos díját. A februárban meghirdetett ösztöndíjra olyan Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élő 10 és 21 év közötti fiatalok jelentkezhettek, akik a tanulás, a sport vagy valamilyen művészeti ágban jelentős sikereket értek el. Az Én megcsinálom díjra 39 fiatal pályázott, akik közül a három kiválasztott mutatkozott be a Nyíregyházi gálán, ahol a résztvevők döntöttek a tehetségekről. Az ösztöndíjas Stillman Anna 14 éves tanuló lett, aki 5 éves korától karatézik, számos verseny is elismerés nyertese. A pályázat másik két díjazottja Tóth Bence, aki a robotika területén jeleskedik, és Kovács Péter úszó lett. Két pontos győzelmet aratott a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ellen a Nyíregyházi Kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság rájátszásában lejátszott mérkőzésen az NKS 69-67-re verte székesfehérvári ellenfelét. Farkasinszki Gyuláné együttese vasárnap Pécsen a Pink Esse ellen lép pályára. Székesfehérváron nyerni tudott az NKS, így hazai pályán elvárás volt a győzelem a nyíregyházi csapattal szemben. Az első negyedet 12 ponttal hozta is a Kosársuli, amivel meg is alapozta későbbi sikerét Farkasinszki Gyuláné együttese. A folytatásban is uralták a mérkőzés Pap Klaudiáik, igaz a két középső negyed a vendégeké lett. Végül két ponttal nyert a házigazda egy olyan meccsen, amilyen a szoros eredmény ellenére sem forgott veszélyben a győzelme. Ami talán nehezebbé tette a mostani mérkőzésünket, az az volt, hogy hamarabb kezdtünk el becserélni. Tehát én úgy gondoltam, hogy a játékosainknak mindenkinek adjunk elő játék lehetőséget, tehát végülis így vagyunk egy egység, ahogy vagyunk. És ott a védekezésünk néha-néha azért elcsúszott, és ebből kaptuk ezeket a pluszpontokat. Tehát végülis végig mi vezettünk, tehát is igazából mindig elmentünk 8-10 ponttal, aztán megint főtt az ellenfél, aztán megint elmentünk 8-10 ponttal, tehát körülbelül ez volt a játéknak a képe, de én úgy gondolom, hogy egy percig nem fordult veszélybe az, hogy mi ezen a mérkőzésen kikapjunk. Az, ami azért minősíti, hogy milyen mérkőzés, hogy ellenünk komplett csapattal játszott, hogy ez a Székesfehérvár, Debrecenben már ugye kevesebb játékossal ment át, tehát jó ottunk az, akit megtisztelt azzal, hogy a teljes játékos állományát bevetette ellenünk. A nyíregyháziak vasárnap a pécsi Pink Esse otthonában lépnek pályára. Az csak a meccs előtt derül majd ki, hogy a hazaiaknál kikapnak játék lehetőséget az átcsoportos csapat keretéből. A Pink játékos állomány alapján az A-ból nagyon sok játékos lejátszik a B-be, tehát a csapatnak a kétharmada játszik B-t is. Nekünk most az, hogy jó vagy nem jó, ezt meglátjuk. Tehát ez majd amikor odaérünk, akkor fog kiderülni, hogy mennyire lesznek esetleg fáradtak a játékosok, vagy esetleg mennyire vannak fölpörögve attól, hogy ugye folyamatosan más mérkőzéseket játszottak. Elmegyünk, játszunk, aztán meglátjuk. Ez az utolsó idegenbeli meccsünk, tehát itt már csak örömmel fogunk mindenféleképpen hazajönni, hogy végre befejeztük az utazós mérkőzéseinket. Az amatőr nemzeti bajnokság tabelláján a pécsi Pink Esse a 10. 7 győzelemmel és egy vereséggel. A 12. nyíregyházi Kosársuli eddigi 10 mérkőzése közül 7-szer győzött és 3-szor szenvedett vereséget. A Ferencvárostól is vereséget szenvedtek a nyíregyházi tekézők. A Szuperliga 20. fordulójában a zöld-fehérek csapata látogatott a városi stadion csarnokába, és a vendégek 7-1-re megnyerték a mérkőzést. Az NTK játékosai vasárnap Szolnokon lépnek dobóállásba. Az Ajkán aratott győzelem után a Ferencváros ellen első hazai sikere megszerzéséért indult harcba a nyíregyházi gárda. A középmezőnyhöz tartozó zöldfehérek azonban gyorsan tudatosították, hogy ezúttal még csak szoros sem lesz a két csapat korábban többször is döntetlennel végződő találkozója. A fővárosiak jól kezdtek, és előnyüket magabiztosan meg is őrizték a mérkőzés végéig, így a házigazdáknál 126 fával többet ütve végül 7-1-re nyert a Fradi. Rögtön a mérkőzés első sorában azt lehet mondani, hogy már eldőlt ez a mérkőzés. Ott közel 130 fás hátrányba kerültünk. Amúgy Orosi Péternek is elcsúszott a csapatpontja, még az erős Adrián Szlovenszka, a párosunk meg majdnem 100 fát kapott,
és ezzel már majdnem, hogy el is tölt a mérkőzés végkimenetele. Középső sorban a Botházi Péter kétszeres világbajnok meccsert a hetei Alexszalát mondhatni, sima mérkőzést vívtak, és tovább nőtt a két csapat közötti távolság. A zárósorban igazából már csak a szépítőpontért léptünk dobóállásba a Kastura Zsolttal, és nagyon kellemes meglepetésre a Kastura Zsolt 600 fa felett 605-tel megszerezte a csapatpontot, és így 7-1 arányú vereséget szenvedtünk. De hozzáteszem, hogy a végjátékban sikerült faragnunk a hátrányon. Nekem is egy világbajnok Kovács Gábor jutott, és mindenképpen ez egy kellemes tapaszt volt még itt a vereség ellenére. A mezőny legeredményesebb játékosa a hazai pontszerző Kastura Zsolt volt, aki 605 fát ütve mindössze 4 fával maradt el egyéni csúcsától. Nagyon jó teljesítmény nyújtottam ebbe az évbe. Most sikerült ezzel a Ferencváros elleni mérkőzéssel megkoronáznom ezt a idei szezont, bár sajnos a csapatnak ugye nem igazán sikerült ez a szezon, ugyanis már most szinte 100%, hogy az NB1-be fogjuk a következő idén kezdeni, de én úgy érzem, hogy maga a csapat teljesítmény az nagyon-nagyon jó volt, és jó volt a lelkesedés, illetve a buzdítás a nézőtérről. Két fordulóval a Superliga zárás előtt a 39 pontos Szeged áll a tabella élén, egy ponttal megelőzve az Alaegerszeget. A két ponttal sereghajtó nyíregyházi Tekeklub már kiesett a legmagasabb osztályból. Az NTK vasárnap Szolnokon vendég szerepel. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyarországon a lakosság a legnagyobb energiafogyasztó, a 4,4 millió lakó otthon kétharmada viszont energetikailag súlyosan elavult. A szakértők szerint így elengedhetetlen az épületek energetikai korszerűsítése, amelyhez akár állami támogatást is igénybe lehet venni. Az ország energiafelhasználásának legnagyobb részét a háztartások teszik ki, közel kétszer annyi energiát fogyasztanak, mint az ipar vagy a közlekedés. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Egyetem, ezúttal a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei iparkamarával kötött együttműködési megállapodást az intézmény. Ennek célja, hogy az Európai Unió elvárásainak megfelelően javítsák a vállalkozói szféra működési feltételeit, és több lehetőséget teremtsenek ahhoz, hogy a különböző képzési területek gyakorlatorientáltak legyenek. 175 óvodás gyermeknek immár 10. alkalommal tartottak közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési napot a Nyíregyházi Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai tagintézményében. A Pindur Pandur elnevezésű rendezvényen a gyerekek játékos feladatok közben tanulhatták meg a biztonságos biciklis és gyalogos közlekedés szabályait, de az óvodások interaktív bűnmegelőzési előadásokon is részt vehettek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 18-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Holnap napos időre számíthatunk. Egy anticiklon alakítja időjárásunkat, északias áramlással száraz, pár fokkal enyhébb levegő érkezik térségünkbe. Az előttünk álló éjszaka kevés fátyol és gomoly felhő várható. Csapadék nem lesz. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégéig napsütéses, tavaszi időben lesz részünk, csapadékra sem kell számítani. Jövő hétfőtől azonban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Folytatódik az ilyenkor szokásosnál melegebb idő, lényeges változás sem a minimum, sem a maximum hőmérsékletekben nem várható.